A labdarúgó EB pótselejtezős ellenfelünk Norvégia 34. a világranglistán, selejtező csoportjában 19 pontot szerzett, kapitánya olimpiai bajnok, eddig egyszer 2000-ben szerepeltek kontinenstornán, mérlegünk pozitív ellenük, de 34 éve nem nyertünk. A tízszeres válogatott csatár Kovács Péter 13 éve játszik náluk, hát őt kapcsoljuk most egy kis esélylatolgatásra. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Péter, itt nálunk sokat mutatták azt a norvég nevetést a stúdióban a szakkommentátortól, hogy miféle, milyen csodasorsolást kaptak velünk. Mit, hogyan vélekedik a norvég közvélemény? Tényleg mindenki a magyarokat tartja a legjobb, tehát a leggyengébb pótselejtezős ellenfélnek? Hát így a norvég sajtó és a norvég szövetségkapitány és a magyar válogatott szerette, volna, vagy a magyarokat, vagy a svédeket, ugye mert a norvég-svéd összecsapás ez mindig egy különleges dolog itt Skandináviában, de így, hogy minket kaptak, így az egész ország elégedett volt, hogy így mondjam. És te egy kicsit meghasadtál most? Nekem ez egy jó szituáció lesz, mert ugye én úgy érzem, hogy a magyar válogatottnak jó esélye van a pótselejtezőn a norvégok ellen. Masszív csapat a norvég, de abszolút nem verhetetlen, úgyhogy két meccs alapján bármi lehetséges. Kinek szurkolsz? Kicsit ide, kicsit oda? A magyaroknak szurkolok természetesen. A norvég az oszlói meccsen ott leszek a lelátón, és reméljük, hogy a magyar 11 egy jó meccset fog játszani, és egy jó eredményt fog elérni, mert minden a második meccsen fog eldőlni. Na most a norvégok, ahogy utaltam rá, két éve regnáló szövetségkapitánya, Per Mathias Høgmo, VB negyedik és olimpiai bajnok futballedző, mármint a norvég női válogatottal, és hát a női futballjukat te jól ismered családilag is. Mit érdemes tudni a mester jellemzőjéről és futballfilozófiájáról? A mester szereti mixelni a dolgokat, szereti a hosszú labdákat is kontrára játszani, rövid passzokat is, és az utóbbi időben 2013-ban vette át a válogatottat, eleinte nagyon rossz eredményeket ért el, mert próbálgatta a játékosokat, próbálgatta a szisztémát, de most úgy április-májustól összeállt a válogatott kerete, és nagyon jó meccseket játszottak, sokat futnak, és jól néz ki a norvég válogatott a jövő szempontjából. Na most éppen ezt akarom kérdezni, a legnagyobb erényeik, tehát összeszokott védekezés, a szabadrugások veszélyessége, a sok futás, melyiket emelnéd ki? Ugye az előbbi kettő nálunk is dárdai védjegy volt azon rövid időszak alatt, amíg ő volt a kapitány. Védekezésben nagyon masszívak, jól lezárják a területeket, és tipikus skandináv, hogy szögleteknél és oldalszabadrugásoknál nagyon veszélyesek, úgyhogy a magyar válogatottnak fel kell ebből készülnie, mert sok gólt rúgtak így a barátságos meccseken és a selejtező során is. Feljebb védekeznek, mint általában az eléggé visszahúzódó, sokszor sündisznóállásba vonuló magyar csapat? Variálják. Néha egészen az ellenfél területén védekeznek, néha visszahúzódnak a saját térfele. Most az olaszok ellen nagyon mélyen védekeztek, de Málta ellen egészen a máltai térfélen volt a védekezés. Variálják, úgyhogy meglátjuk, hogy a magyarok ellen mit választanak. Na most Stork kapitány, a magyarok német szövetségkapitány azt mondta, hogy erőléti problémákat látott néhány magyar játékosnál. A norvégoknál kizárható a hasonló probléma? Hát nagyon sokat futnak és gyorsan futnak, úgyhogy erre fel kell készülni a magyar válogatott játékosainak és az edzőinek is, de ez tipikus skandináv, hogy hajtanak és rakkolnak. Reméljük, hogy a magyarok fel lesznek erre készülni. Kit tartasz egyébként ma a norvég csapat Zsuzsákjának, Gerájának, vagyis mondjuk a vezérnek, vagy a legjobb képességű futballistának? Mondjuk, hogyha az ember ránéz, a legértékesebb Gladbachos Nordtveitet említhetné, de inkább te mondjad, hogy kik lehetnek a kulcsjátékosok náluk? Nordtveit, ugye játszik, a Mönchengladbachban játszik, de itt a válogatottban nem kulcsember, tehát a cserepadon ül. Én a legfontosabbnak talán Stefan Johansen tartanám, a Celtic középpályását, aki a csapat esze és a csapat motora, úgyhogy minden rajta keresztül megy támadás szempontjából, és védekezésben rengeteget fut, rengeteg métert lehajt a csapat számára. Talán Stefan. És azt mondják, hogy elől inkább Berget és a házi gólkirály tetteje a veszélyes, nem pedig annyira klasszikus csatárok?
Hát így csatár szempontjából az utóbbi időben nem volt. Norvégok nincsenek nagyon megelégedve válogatott szempontjából, mert a csatárok nem igazán rúgnak gólt, de van egy sérült csatáruk, aki a Hull City-be játszik, aki Adama Diomande, ő egy nem igazán tipikus norvég csatár. Elefántcsontparton született, nagyon erős, nagyon gyors, úgyhogy most sérült, de a norvég válogatott és egész Norvégia reméli, hogy fölépül a pótselejtezőre. Hát egyet már mondtál, mert azt akartam kérdezni, hogy milyen szint hozott a játékukba a honosított labdarúgók sorra, mert nem csak egyről van szó. Közülük még kit emelnék ki leginkább. Viszonylag sok afrikai származású labdarúgó van most már a válogatott keretben. Hát számomra Adama Diomande, ő az első számú, és ahogy te is említed, az Alexander Tetti, aki a Norwichba játszik hétről hétre, egy védekező középpályás, nagyon sokat szerel, sokat fut. Ők ketten, ugye jobb hátvéd Omar El Abdellaoui, az Olympiakos kulcsembere. Nagyon tehetséges játékosok, és szép jövő előtt áll mindegyikük. Na most a közvélemény által Európa szerte már jól ismert Ødegaard, neked a Strømsgodsetnél csapattársad volt. A Real ifjú kis csodagyereke mennyire esélyes csapatba kerülésre, és őt most jelen pillanatban a norvég futballközvélemény mire tartja a válogatottnál? Hát ott nem kulcs szereplő. A válogatottnál eddig nem kulcs szereplő. Igen. Az utóbbi két meccsen nem is játszott, talán a Málta ellen játszott egy fél órát, de az olaszok ellen csak a kis padon ült, úgy, ahogy a horvátok ellen is. Nem igazán hiszem, hogy kulcsszereplőt fog játszani a pótselejtező során, de csereként van rá esély, hogy beszél. Azt mondnak, hogy ha magyarokra gondolunk egy pillanatra, és azt nézzük, hogy ezek alapján hogyan jellemezte a norvég csapat játékát, illetve a kiemelkedő játékosaikat és a jellemzőiket. Kiket látsz a magyar oldalon igazából norvég kompatibilis futballistáknak, akiknek szerinted fontos szerepe lehet, mert ez ellen a futball ellen jól bevethetőek? Szerintem Böde Dániel, ahogy olvastam így enneten, nem láttam őt még játszani, ő egy igazán olyan játékos, aki fel fogja venni a versenyt a norvég középhátvédekkel, mind szögletrúgásoknál, mind szabadrúgásoknál oldalról. Gólerős, úgyhogy talán neki kulcsszerepe lehet, és a hátsó alakzatunknak is 100%-ot kell nyújtani ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, és tovább isunk. Ha keressük a receptet, akkor szerinted mivel lehet legyőzni őket, hogyha olyan csapat szeretné megtenni, jelesül a magyar, amely korán sem egy olasz szintű. Azt ugye láttuk az utolsó fordulóban, hogy akár még elsők is lehettek volna a csoportban, vezettek is Olaszországba, aztán az olaszok fordítottak, de hogyha nem egy olasz szintű csapat gondolkodik az ő legyőzésükön, akkor mi lehet a recept és a kulcs? A kulcs szerintem a baloldali középhátvédjük Vegard Forran, aki támadás szempontjából nagyon jó passzokat ad a középpályásoknak, csatároknak. Tipikus ballábas, de nem igazán fordulékony, úgyhogy egy mögé belőtt labdákkal szerintem gondot okozhatunk a norvég válogatottnak, de ezt természetesen rengeteg futás kell a csatároktól, és jó mozgás a szélsőktől is. Tehát azt mondod, hogy van ott egy felfutó szélső átvéd, aki mögé, tehát ott szélen sebezhetőek lehetnek esetleg. Igen, a bal oldaluk talán sebezhetőbb, mint a jobb oldaluk, mert a Hovland, El Abdellaoui kettősök, ők gyorsak és jól össze vannak szokva, talán a Vegard Forran. Nem tudom most a bal hátvédet ki fog játszani, mert a bal hátvédjük megsérült, úgyhogy ez egy ilyen képlékeny dolog, de a bal oldaluk sebezhető, véleményem szerint. Na most azt is tudjuk, hogy Dárdai Pál Hertájában szerepel kapus, nem feltétlenül az első számú kapus a válogatottban, illetve egy középpályás. És ha már itt tartunk, akkor a középpályán kik még a legfontosabb játékosok, akikre az eddig említetteken kívül oda kell figyelni? Ahogy említetted, a Persilian Selbred a Hertában játszik hétről hétre nagyon jól, de itt a válogatottban más szerepe van, mint Németországban, mert itt szélső középpályást szerepel a jobb oldalon. A kettő középső középpályás, ez a Tetti és ez a Stefan Johansson lesz, ez szerintem majdnem 100%. A baloldali középpályásuk talán az még egy kicsit kérdőjeles, de ez a három középpályás a négy helyre szerintem 100%. Na most legutóbb tétmeccsen 2006-ban Budapesten 4-et kaptunk a norvégoktól. Szerinted mit sejtesz? Vajon az akkor veszőfutást átélő Király Gábor fog védeni most is? Hát a Király Gábor végigvitte a selejtezőt, szerintem első számú kapos
lesz itt Oszlóban novemberben, lesz dolga. Lesz dolga. Nagyon érdekes, mert a norvégoknál, ha az ember a keretet végignézi, általában légiósokra és leginkább légiósokra alapozza a mester ezt a válogatottat. A norvég bajnokságot nem is nagyon lehet tömegével használni a válogatottnál? Dehogy nem lehet. A Rosenborg játékosai kerettagok, talán egy vagy kettő játszik a kezdő 11-ben, de Molda és Rosenborg szerepelteti játékosait a keretben. A norvég foci ugye 2015-ös évben jól évet fog zárni. Ugye Molde Rosenborg bent van az Európa Liga selejtezőjében, és a válogatott is elérte ezt a harmadik helyet, majdnem második lett. És ez a két meccs, ez kulcsfontosságú lesz a norvég foci számára. És végül Péter, azért egy kicsit rólad is, ugye a Strømsgodsettől a nyáron eligazoltál a jelenleg 12. helyzet Sarpsborghoz. Bevált a számításod? Hát nem igazán sajnos, úgyhogy ez nem igazán egy jó átigazolás lett, mert jól kezdtem ott, de az utóbbi időben elég, nem csak én személyleg, de a csapat is nagyon gyenge teljesítményt nyújtott, úgyhogy 12-ek vagyunk, kiesni már nem fogunk, de van még egy kupadöntő november 22-én, ami egy fantasztikus élmény lesz, és ezt mindenféleképp... Bizony a Rosenborg ellen fogtok játszani, az említett Rosenborg ellen. Így, ahogy mondom, azt mindenféleképp meg szeretnék nyerni. Azt talán egy kicsit kozmetikázni az egész szezon. Na most, és a utolsó kérdésem a kicsit távolabbi jövőre, ha a klubnál meg ebben a helyzetben most nem is, de a pályán mennyire érzed jól magad, meddig tervezed még a játékot? Nem, én nagyon jól érzem magam, testem jól funkcionál, motiváció megvan, úgyhogy még 2-3 évet mindenféleképp szeretnék játszani a legmagasabb szinten. Hát ehhez neked, főként a kupadöntő sikert, meg hát akkor szurkolt ki nekünk a jó eredményt majd Norvégiában az első mérkőzésen a lelátón, hiszen ott leszel. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Nagyon szívesen. Szia. Sziasztok.